Kovács Szilvia, a Fehérvár Média Centrum munkatársa a tavalyi évben szervezte meg első alkalommal az Ölelés az Elfogadásért programot. Idén december 3-án, vasárnap 9 óra 45 perctől ismét várnak mindenkit az érzékenyítő programra a Fogyatékosság Világnapján. Azt szeretném, hogyha egy nagy kört formálnánk, és egymás kezét megfogva, egy nagy kört alkotva körülölelnénk úgymond az országalmát. Elhangoznak majd beszédek, és akkor beszédeket követően pedig az adventi színpadon mindenféle produkciókat hallhatunk, verses, dalos, és még nem mondom el, mert van pár meglepetés is. Tehát az a lényeg, hogy én felhívtam az iskolák és a fogyatékossággal élőket segítő intézmények vezetőit arra, hogy, illetve felkértem őket arra, hogy mindenki, aki úgy érzi, hogy szeretné magát megmutatni valamiben, az készüljön produkciókkal, és mutassuk meg azt, hogy nincsenek különbségek. Kovács Szilvia azt is elárulta, miért is fontos számára a társadalmi szerepvállalás a fogyatékosság elfogadása érdekében. Magam is egy különleges képességű kislányt nevelek, és nagyon nagy nehézségeken megyünk át, ugye nyilván mi is családilag, de látom azt, hogy tényleg nagyon sokan küzdenek napi problémákkal, például, hogy nem mernek boltba menni azokkal a mondjuk autista emberekkel, akik a családban élnek, mert hát nehezebben viselkednek, nehezen viselik mondjuk a tömeget. És hát nem csak az autistákat mondhatnám, de tényleg a fehér bottal élőket, vagy a hallássérülteket. December 3-án vasárnap várják tehát az érintett családokat, szimpatizánsokat az országalmánál, hogy az épp és sérült emberek közösen öleljenek körül, majd a Városház téren felállított színpadon különböző csoportos, illetve egyéni produkciók, meglepetés vendégek várnak mindenkit.